Sziasztok! Kerékgyártó Gergely vagyok, ez itt a DSR Pixel Studio, ismét innen az autóból. Ebben a gyors videóban szeretnék egy kicsit nektek beszélni a Nikon F Bajonettről és a pletykákról, amik körülötte terjengenek az utóbbi napokban. Kb. Két napja fölkerült valahova egy olyan pletyka, ahol valaki azt állította, hogy biztos forrásból tudja, hogy a Nikon már megállította az F Bajonettes objektívek és vázak gyártását. Erre reagálva úgy láttam, hosszas keresés után, mivel sok információt erről nem találtam a neten, a Petapixelnek elvileg a Nikon válaszolt egy levelére, és ebben a levélben azt írta nekik, hogy az F-bajonettes objektívek és vázak gyártása továbbra is folyik, még nincs megszüntetve. Sok objektív van egyébként, amit a Nikon már nem gyárt. Nyilván a legjobban fogyó, meg inkább a profi objektíveket még gyártja továbbra is, illetve a vázakba is nagyon sok már kifutott, szerintem lassan teljesen ki van futtatva a 3000-es, 5000-es széria is, talán még a 7000-ből a 7500-ot talán lehet kapni, szerintem D500, de lassan kezdenek kifutni, és elvileg ez a pletyka nem igaz, én sem megerősíteni, sem megtáfolni nyilván nem tudom, viszont reálisnak tartom mindenképpen, hogy lassan Nikon megteszi ezt a lépést, és ki fogja futtatni. Most már láttam fórumokban, meg különböző Facebook csoportokban is, az emberek viszik a Nikonhoz a különböző, főleg egyszerűbb AF-es objektíveiket javításra, és van olyan, amit már tényleg azt mondják, hogy nem tudják megjavítani, nincs hozzá alkatrész, tehát van olyan objektív is, aminek már a terméktámogatása is, vagy a szerviztámogatása is teljesen kifutott. Most már kezd egyértelmű lenni, hogy akárhogy is van, hamarosan kezdjük elérni azt a pontot, ahol ezek az AF-es objektívek teljesen ki fognak futni, illetve a tükörreflexes fényképezőgépek is, és a Z-k ugye a tükör nélkülek át fogják venni teljesen a piacot. Nyilván nem érdemes egy gyártónak fönntartani mind a két vonalat, és folyamatosan gyártani a régi cuccokat, amiket kevesebb haszonnal, kevesebb embernek tud eladni, hogyha a teljes gyártás kapacitását ráfordíthatná a legújabb objektívekre is, amikből manapság megjelenés után nem győznek eleget leszállítani, mert olyan nagy a kereslet irántú. A Nikon már nyilván régóta a Z-szériával van csak elfoglalva, nem jöttek ki F-objektívek újak, nem jöttek ki F-vázak se újak, a D6-nál például már nem lesz újabb nyilván, a D500-nál nem lesz jobb APS-C, de szerintem egyáltalán már nem lesz új AF-es, AFP vagy F-mountos DSLR a kínálatukban, ami a jövőbe fog megjelenni. Láttam olyan elképzeléseket különböző oldalakon, hogy esetleg majd pár tíz év múlva, vagy valamikor megjelenik még egy újabb széria, vagy lehet, hogy egyszer majd a DSLR is reneszánszát éli, mint a film, nem tudom, de ebben nem igazán hiszek, úgyhogy szerintem ez amikor ennek vége, akkor ennek vége lesz. Nyilván sok embert rosszul érint, mert rengetegen szeretitek a mai napig a tükörreflexes képeiteket, tükörreflexeshez való objektíveiteket. Nyilván ezek is szuper dolgok voltak, a maguk idejében ezek voltak a csúcsok, és még ma is teljesen megállják a helyüket. Sajnos nem lehet mit tenni, ha egyszer elfogy az alkatrész hozzá, és egyszer nem lesz már terméktámogatás, akkor ennyi, hogyha megáll az objektív, akkor megáll, hogyha megáll az ár, akkor megáll, sajnos akkor el kell őket engedni, majd cserélni egy újabb szériára, tehát a Z-re, vagy más márkát választani, vagy más gépet választani, vagy a használt piacon keresni. Annyi gépet csináltak, hogy a használt piacon szerintem még nagyon hosszú évekig, akár egy évtizedekig is lehet majd használtan venni őket. Mai napig lehet filmes gépeket is venni, azokat se gyártják már régóta, mégis ott vannak. Tehát ami nem megy tönkre, az megmarad, és az továbbra is bekerülhet a körforgásba bármelyik percbe. Ha viszont már itt vagyunk ebben a videóban, és erről az F Bajonettről beszélünk, akkor nézzünk egy kis történelmet is hozzá. Az F Bajonettből az első váz 1959-ben érkezett meg, és onnantól kezdve egészen a D6-ig, 2020-ig gyakorlatilag ez a bajonett teljesen változatlan maradt. Ez az egyetlen olyan bajonett, amihez nem nyúlt hozzá a gyártó. Gyakorlatilag az F-bajonettet megtaláljuk a fényképezőgépeken, egészen az Z-szériáig, az összesen ez volt Nikonnál, illetve megtaláljuk az ipar különböző ágazataiban is, különböző ipari területeken is lehet találni olyan gépeket, amiken ez az F-mount van, tehát ez az F-bajonett, és olyan optikai eszközöket lehet csatlakoztatni hozzá, amik ezzel rendelkeznek. Az is érdekes, hogy sikerült mindent beletenniük az F-mountba később is az idők során, nem úgy, mint más gyártóknál, akik cseréltek a bajonetteken, belerakták az autofókusz képességet,
belerakták a fénymérés lehetőségét, beleraktak mindent, ami csak lehetett, és nem változott semmit a bajonet. Ez egy tök érdekes dolog volt számomra, én is most olvastam csak ennek az egésznek a kapcsán utána. Az F-Mountnak 44 mm-es az átmérője, tehát a lyuk az 44 mm-es átmérővel rendelkezik benne, és a flange distance az a távolság, ami a filmtől anno a bajonet kezdeteig volt, az pedig 46,5 mm, ami például érdekes, ez egy teljesen átlagos méret volt, azt mondom abban az időben. Most viszont az évázakon található bajonett, az E-bajonett, az 55 mm-es átmérővel rendelkezik, ez most a legnagyobb a piacon, az ilyen tükör nélküli fényképezőgépek körébe, Canonnak 54 mm-es van összehasonlításképpen. A flange distance, tehát a szenzortól való távolság az a bajonetnek, az pedig 16 mm, ez a legkisebb távolság, ami létezik. Nyilván a nagy átmérőhöz párosul ez a távolság, hogy ez hogy adja ki. Éppen ezért a Z-Mountra gyakorlatilag fel tudsz tenni bármit, hogyha csinálnak hozzá egy adaptert, például van az FTZ adapter, azzal fel tudsz tenni egy Z-vázra bármikor egy F-mountos objektívet, fel tudsz rátenni Canon objektívet, fel tudsz rátenni egy csomó mindent, viszont a Nikon Z objektíveket nem fogod tudni feltenni adapterre semmilyen más vázra, mert már az adapter nélkül is túl messze van az objektívnek a vége a szenzortól. Tehát ugye még a Nikon Z-nél kitöltöd azt az űrt, ami hiányzik, mert a másik objektívnek nagyobb távolság kell a szenzortól. A fordított esetben ugye közelebb kéne kerüljön az objektív, olyan adaptert meg még nem találtak ki, ami távolságot csikkent, tehát értitek a problémát, egy adapter lehet ekkora, de a semminél nem lehet kisebb. Ez még így érdekesség, ezt gondoltam, hogy még hozzáfűzöm ehhez a videóhoz. Érdekességképpen megmutatok nektek még egy Nikon japán honlapot. Nyilván nem értem a szöveget, Google fordítóval le lehet fordítgatni, hogy hova mi van írva. A lényeg az az, hogy ezen a listán elvileg azok az objektívek szerepelnek, amiket a Nikon már nem gyárt. És én végignéztem ezt a listát, csoportosítva vannak az objektívek, nagy látószögű, zoom, nem zoom, PC objektívek, teleobjektívek, stb. És ami érdekes volt számomra, hogy például egy 105-ös AF-es makrót azt már nem gyártanak. Azt szerintem elég modern volt, úgymond, és ugye nincs annál jobb makró. Tehát ahogy láttam, például makroobjektívet AF-esre elvileg már nem gyártanak. AFP-ből ugye nem volt, már AFP-ből is kifutott pár objektív, a 7300 kifutott, a 1855 kifutott. Nagyon megcsappant a készlet, tehát hogyha még ezeket a többit ezt gyártják is valóban, akkor sincs már igazán sok objektív, amit gyártanak F-mountosból, tehát F-bajonettesből. A Z-széria viszont nagyon robog, folyamatosan jönnek az új vázak, jönnek az új objektívek, most már lehet kapni belépőszintet, ott van a Z30, ott van a Z50, a ZFC, lehet kapni profi vázakat, ott van ugye a Z8 és a Z9, lehet kapni középkategóriát, ott van a Z6-2, a Z7-2, hogyha nagy felbontásra lenne szükség, úgyhogy gyakorlatilag már szépen épül fel a portfólió, objektívbe is rengeteget lehet venni, tehát hogyha most kezdesz, akkor egyébként is azt tanácsolnám mindenképp, hogy tükör nélküliben gondolkozz, és Z-vázat vegyél Z-objektívekkel. Nyilván az adapterezés működik, hogyha a pénztárcád lehetővé teszi, és még nincsen amúgy egy csomó F-üveged, akkor azt ajánlom ebből is, hogy vegyél inkább Z-üvegeket, mindegyik kivétel nélkül jobb, tehát hogyha ugyanazokat összehasonlítjuk, tehát egy 85 mm 1.8, az Z-n jobb, mint a AF-esből például. Próbáltam mind a kettőt, tudom, hogy jobb. Az 50-es is jobb, a 35-ös is jobb. Lehet, hogy vannak nagyon speciális üvegek, amik régen nagyon jók voltak, de azt mondhatom általánosságban, hogy az Z-üvegek az én meglátásom és az én véleményem szerint kontrasztosabbak, mindenképpen élesebbek, sokkal jobb az autofókusz rendszerük, sokkal gyorsabbak, halkabbak, lehet őket videózásra használni. Hiába veszel egy Z-vázat, hogyha fölteszed adapterre az AF-es objektívet, akkor felejtsd el, hogy például videózni tudsz, mert össze-vissza zörög, rángatja, hangos, ugrál a kép, az nem jó. Tehát azzal nem tudsz igazából érdembe autofókusszal videózni sose. Szomorú vagy nem, ez van, el kell fogadni, nem lehet mit csinálni, haladni kell a trenddel, haladni kell a technológia fejlődésével, és hát meg kell érteni, hogy nem lehet mindent, tehát nem lehet régi cuccokat is gyártani, hogyha azok többe kerülnek gyártás tekintetében,
vagy portfólió, meg minden fenntartása tekintetében. Utat kell engedni sajnos az újnak. Nyilván a Nikon se akkora cég, hogy hatalmas gyárai vannak, és csak úgy ontja magával az objektíveket, meg mindent. Egyfolytában ellátásokkal küzdködnek, hogyha megjelenik egy új objektív, akkor a kereslet van rá, hogy nem tudnak eleget gyártani. És nyilván inkább ezt a közönséget szeretnék kiszolgálni, meg az új cuccot promotálni, meg eladni, meg gyártani, mert arra vannak ráva, meg abból tudnak nagy lóvét csinálni, és hát ugye ezért vannak itt a cégek, hogy lóvét csináljanak. Sajnos el kell fogadni, be kell látni, meg kell érteni, nem lehet mit csinálni. Kommentbe írjátok meg, hogy ti mit hallottatok, hogy esetleg ti mit gondoltok erről az egészről, hogy nektek mindegy, vagy rosszul érint ez. Kíváncsi vagyok mindenkinek a véleményére, a tapasztalatára ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy ti többet tudtok erről, mint én, hogy most ez meg fog szűnni, vagy nem fog szűnni, vagy mikor fog megszűnni. Szerintem hivatalosan, aki tudja, az nem közli az infókat, aki nem tudja, az meg tippel. Azt se vegyétek készpénznek, amit én mondtam. Ez az, amit most az interneten ebben a pillanatban, amikor elkészítettem a videót, fel lehet lelni. Ha tetszett a videóm, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha nem tettétek volna meg, kattintsátok be a kis harangot is, hogy kapjatok értesítést az újabb videóimról, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!